Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket. Önök a hetednapi adventista egyház Gyere, ahogy vagy című műsorát látják. Mai vendégünk Csengei Károly, élelmiszeripari üzemmérnök és életmód tanácsadó. Szervusz Károly, örülünk, hogy megint itt vagy köztünk. Szervusz. Azt mondja Salamon király a Prédikátor könyvében, hogy nincs új a nap alatt. És igaz ez az étkezésre is, hogyha olvassuk a Bibliát, ezért hívtunk el ma téged, hogy egy picit beszélgessünk arról, hogy milyen is volt a bibliai korok étrendje. Mit ettek a bibliai korokban? Mert ahogy olvassuk a Bibliát, vannak olyan ételek, amik ismerősen csengenek, és vannak olyanok, amik lehet, hogy annyira nem, vagy nem tudjuk, hogy mi is lehet abban a bizonyos ételben. Viszont mielőtt belevágnánk ebbe, szeretném megkérdezni tőled, hogy mint életmód tanácsadó, hogyan kezdtél el a bibliai ételek után kutatni? Hogyan kezdődött az érdeklődésed ezek iránt, az ételek iránt? A Bibliának nagyon sok hasznos tanácsa van a mai kor embere számára. Úgy gondoljuk, hogy ez egy régi könyv, amit írtak 2000 éve, de ez a könyv ez ma is érvényes. A régi időkben az emberek alapvető tápláléka az növényi alapvető táplálék volt. Erről ír a Biblia is. Ezt felváltotta később a gazdag húsban készült ételek társadalma, amit a mai kor eljutottunk a szupermarket társadalomhoz. Amikor azt vesszük, amit ad nekünk a szupermarketek. És a korunk azt mutatja, hogy ha mi visszatérünk a bibliai modellhez, akkor vissza kell térnünk egy kicsit a növényi táplálkozáshoz. És a tudomány ma ezt nagyon jól igazolja, hogy amit a Biblia leírt több ezer évvel ezelőtt, az ma nagyon jól teljesül. Például, hogyha elkezdjük az ételeket összeválogatni, és odafigyelünk arra, hogy teljes értékű ételeket együnk, akkor a mi ételünk, az egészségünket ezt mindenképpen fenntartja. És úgy gondoltam, hogy akkor vissza kell térnünk a bibliai alapokhoz, megvizsgálni azt, hogy vajon akkor mit is ettek, hogy is ettek, milyen ételek alapján voltak a Bibliában, nagyon érdekelt engemet ez a kérdés, és mivel sokat forgattam a Bibliát, nekem egy alapkönyv, ezért akkor nézzük azt, hogy mit mond az étkezésről, a táplálkozás, az alapanyagokról, és milyen nagyon gyakorlati tanácsokat tudunk adni. Amikor erre készültem, és előre tartottam előadásokat is, akkor megtapasztaltam, hogy mennyire jó éteket lehetett készíteni abban a korban, és mennyire jó alapanyagok vannak. Például van egy Ezékiel próféta, akinek van egy kenyere, és leírja a Biblia, hogy volt időszak, amikor ő minden nap eltett egy bizonyos mennyiségű kenyeret, de nem többet, ennyi jutott neki egy napra, és mellette mit eltett? Csak vizet eltett. És ez a kenyér, amiből Ezékielnek kellett készíteni a kenyerét, ez bizonyos fajta alapanyagból állt, ilyen volt például a buzaliszt, a kölesliszt, a tönkölyliszt, a babliszt, a lencseliszt, egy kicsi élesztő víz, só. A mai kor embere ezt az ételt ugyanúgy elkészítheti, és megtapasztalja, hogy ez egy igazi, teljesítő kenyér. Ha Ezékielnek ez egészséges volt hosszú időn keresztül, hosszú napokon keresztül, akkor ma is segíthet a mi számunkra. Ma ezt lehet vásárolni újra, Ezékiel kenyeret, hiszen egy bibliai kenyér, ami újra meglevenedik, és a mai társadalomban 2015-ben lehet ezt vásárolni és fogyasztani. Sétáltam egyszer egy pékség mellett, és ki volt írva a táblára, hogy Ezékiel kenyere kapható, és ott volt még az a szakasz is a Bibliából az idézet, hogy mi alapján. Tehát azt mondod, hogy ez a Biblia, ami egy lelki könyv, ami lelki tartalommal bír, és hitünk szerint nem is kevéssel, ebben receptek is találhatok, illetve ilyen tanácsok, étkezésbeli tanácsok is? Igen, a Biblia az életkönyve, és nagyon gyakorlati. Tehát a lelki életünkről is, és a fizikai életünkről is ad nagyon fontos tanácsokat. És ha betöltjük ezeket a tanácsokat, akkor tudunk egészségesebbek lenni, és ezért kell mindig visszamenni az alapokhoz, hogy mit mond ebben a témában. Hogyan tud az embernek segíteni ezáltal. Az én értelmet átlakította a Biblia, és azért fontosnak tartottam azt, hogy ne csak magamnak tartsam, hanem mondjam el. Ezért adom tovább azt, hogy hogyan lehet másképp élni, másképp gondolkozni, és követni a bibliai elveket az életünkben, a hétköznapokban. És hogyha átalakult az életem, akkor másképp fogom gondolkodni. El is kezdtük már egy kicsit a témát, de mivel a magyar ember híres arról, hogy rengeteg kenyeret eszik, meg levest, de kenyeret is nagyon sokat eszik, általában ugye búzából készült kenyeret, és az én nagymamám például, ő a dinnyéhez is kenyeret evett, ami számomra furcsa, de hát nagyon sok mindenki számára nem. És a Bibliában is azt olvassuk, hogy Ezékiel kenyere mellett nagyon sok más helyen is kenyérről van szó. Milyen alapanyagokból készítették ezeket a kenyereket? Mert ugye egy olyan helyről beszélünk, ami időjárásában, éghajlatában
elhelyezkedésében teljesen távol áll Magyarországtól, illetve a Kárpát-medencétől. Igen. Mi itt Magyarországon megszoktuk a búzából készített kenyereket, de ha kicsit visszamegyünk az időben, rögtön látjuk, a Biblia korok embere az főleg árpából készítette a kenyerét. Búzából készítettek, de inkább a süteményeket készítettek, a kalácsokat. Úgy is mondhatnák, hogy a szegény emberek étele az az árpa kenyér volt, a gazdagabb, aki inkább a búzából készített kenyér. De ugyanakkor készítettek kenyeret tönkölybúzából is, és készítettek kölesből is. Tehát sokszínű a választék. Készítettek kovásztalan kenyeret, vagy készítettek kovászos kenyeret is. A kovásztalan kenyerek igazából lepénykenyerek voltak, amit ma is szívesen készítünk. És a kenyérkészítés mellett az is fontos, hogy nem csak kenyeret sütöttek ezekből az árpa vagy búzalisztből, hanem az árpát durvára sütötték, és utána abból kásákat készítettek. Tehát a mai kor reformjának a reggeli kása receptjei, ha visszamegyünk 2000 évet, kiderül, hogy akkor is ettek kását, ugyanúgy elkészítették, lehetett édesen és sósan is, akár egy kis darált árpa, vízben megfőzték, egy obor alatt jól laposan átfőzték, egy kis olívát tettek rá, egy kis mentát szórtak rá, egy kis bármi fűszert, és nagyon kellemes köretet tudtak belőle készíteni, és egyesek azt mondják, hogy az árpából készült kenyér sokkal aktatóbb, mint a búzából készült kenyér. Ma, amikor már annyira a gazdaság, az élelmiszeripar annyi fajta kenyeret készít, egy kicsit ott tartunk már, hogy a búzánk se olyan, ami a régi. Tehát jó lenne visszatérni inkább a régi gabonákhoz, sokkal több tönköt használni, sokkal több árpát használni, és egy lényeges különbség van az akkori kor a kenyér és a mai között, hogy ma ugye finom lisztből készítik a kenyerünket, ugye a lisztes, leveszik a korpát és a csirát, és mi marad? Hát csak a lisztes, a balasztanyag, ami elveszíti vitamin tartalmának a 80%-át. A régi kor a kenyere, lepény kenyere, az magából az árpának az örleményében készült, tehát minden benne volt, tehát sokkal egyenértékű. Azt mondja a Biblia, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Uh-huh. Ugye kérjük a kenyerünket, legyen meg a kenyerünk. Nagyon érdekes, mondtad, hogy az árpa kenyér, vagy az árpa volt a szegény embernek az eledele, és a búza inkább a gazdagabbnak. Ma ez pont fordítva van, mert sajnos pont fordítva van az árazása ezeknek a liszteknek, illetve ezeknek az alapanyagoknak. Hol találunk még a Bibliában utalást erre a kenyérre, illetve különböző kenyerekre? Például a kovásztalan kenyér, ez erre egy ünnep is épült, kovásztalan kenyerek ünnepe, ezt a mai napig ugye emlékezünk rá bizonyos szertartásokkal, de még hol kerülnek elő? Például van egy történet, amikor Ábrahámot meglátogatja a három vendég, és ő ilyenkor ugye mit tesz egy házigazda, azon a megmossa a vendégnek a lápát, leülteti, helyet foglalja, ugye, ugye ma már ez nem másabb. Igen. Ez is a Biblia kultúrához tartozik, rögtön hívja Sárát az ő feleség, és kéri, hogy Sára menj, és azon a készítse vendégnek egy lángost. Kár, azt mondja, hogy pogácsát készített voltak éppen belőle. Ez is készült például élesztő, olívaolaj, vaj, buzaliszt, víz, ennyiből áll. Ma is ugye el lehet készíteni Sárának a lángosát, ami egy nagyon könnyű, tartalmas étel. Ez volt a csemege, ami először elkészítették, és a vendéget fogadták. Tehát a Bibliában több helyet találkozunk a kenyérnek, a lángosnak, a pogácsának, a különböző kovásztalnak a megjelenésében. De ugye nem csak gabonaféléket ettek, nem csak kenyeret ettek, hanem nagyon fontos a mi étkezésünkben is a hüvelyeseknek a szerepe. Milyen hüvelyes ételek, milyen hüvelyes növények voltak azok, amiket ők ettek akkoriban? Igen, nagyon gazdag a választék. A Biblia kifejezetten a lencsét, a babot és a csicseri borsót említi meg. Mi ebből igazából csak a lencsét tudtuk enni egy év egyszer, szilveszter után első nap, hogy jó gazdag legyen az évünk. De az akkorikor embernek az alaptápláléka volt ez a három fontos alapanyag. Általában a barna lencséből készítették a főzeléket, vagy a leveseket. Főzeléket azt ismerjük is a történetből, eladta egy tál lencsét. Igen, és a vörös lencséből készítik a szószokat, és amit említett történetet, ez Jákob és Ézsú a két testvérpár közötti téma, hogy most akkor ki legyen az elsőszülött. És amikor hazajön Ézsú a vadászatból, és nagyon éhes, és meglátja, hogy Jákob készíti az ő vöröslencse szószát, és szósznak nevezi be a történetbe, és leírja, hogy ebben volt vöröslence, sőt, volt benne csicseri borsó is, és voltak benne különböző fűszerek, hagymák, fokhagyma, gerezdek voltak benne, és akkor megnézi az illatátok, azt mondja, hogy hú, ebből ennem kell, réhes vagyok. És mondja, hogy persze, de adod elsőszörös jogodat nekem. És azt mondja, hogy mit számít nekem, odaadom a jogomat, és lemondok egy tál ételét, és megtörténik a dolog.
És mi ezt többször elkészítettük ezt a szószt, rettentő finom ízletes ételt készített Jákob Ézsau számára. Megér egy első szülöttségi jogot? Valószínűleg nem érnek. De a történelem így történt meg. Aztán ott van a csicsiri borsó, amit mi egy kicsit méltánytól háttérbe szorítunk, de visszamegyünk a Bibliában, megtaláljuk ott Salamon királyt. És Salamon királynak voltak a csicsiri borsó labdacskái, ami csicsiri borsóból készült. Most, hogyha bemegyünk egy gyroszozóba, hogyha valaki vegetáriánusként akar enni egy budapesti gyroszozóban, akkor tud ilyet rendelni? Hogyne, úgy hívják, hogy falafel. Így van. Falafel. Ma ezt már több helyen lehet kapni, mi munk otthon házilag el tudjuk készíteni. Egy kis édeskömény, petesejem, buzadara, csicsiri borsó, és ebből remek fasétot tudunk készíteni, amit el tudunk aztán tepsiben kisütve, akár olaj nélkül is készíteni. Nagyon jó köret és nagyon jó laktató étel. Kuktába készítjük, 40 perc alatt elkészül, és az egyik legerősebb, legtöbb jó anyaggal, aminosóval, fehérjével rendelkező alapanyag a csicsiri borsó. Tehát nagyon, nagyon tudom ajánlani az emberek számára. Úgy kezdted a beszélgetést, illetve a Biblia is úgy kezdődik, hogy Isten az embernek ezeket a növényeket adta táplálékul, de a Bibliában is olvassuk, hogy nem csak növényeket, ugyanúgy, mint ahogy ma sem csak növényeket eszik az ember, húst is eszünk. Hogy volt ez a Bibliában? Hogy mit olvasunk a húsevésről? Igen, a bibliakorok idejében volt húsevés rendszeresen az emberek esetében, de azt mondja a Bölcsalom a Példabeszélők könyvében, hogy ne légy azok közül való, akik borral dőzsölnek, és azok közül, akik hússal tobzódnak. A mai kor embere úgy van ezzel a kérdéssel, hogy egy nap ötször eszik, abból legalább négyszer eszik húst. Az akkori korok embere igazából nem evett minden nap húst. Ez korlátozott az ünnepnapokra, a jobb napokra, egy hónapban kétszer, háromszor ettek, kivéve a nagyon gazdagok esetleg. És így egy kicsit háttérbe szorult maga a húsevés kérdése, hogy ettek húsokat rituális célra, ünnepi alkalmakra, amit fontosnak tartottak, de nem volt a napi korok étele. A mai korban túlzásba visszük ezt a kérdést, és el se tudja a mai kor ember képzelni, hogy ne legyen hús az ő asztalán. De ennek aztán megvan az ára természetesen. A Biblia int bennünket egy mértékig, azt mondja, hogy ne légy azok közül, akik hússal tobzódnak, olyan szépen tobzódnak. Tehát ne dőzsüljél, ne egyél túl sokat belőle, hanem legyél mértékletes. És ez nagyon fontos a mindennapi életben. Akár egy ilyen fél mondatban mennyit tanulunk a Bibliából. Így van. És mondtad azt, hogy például a kásába olívaolajat raktak, illetve tudjuk azt, hogy ez is egy ilyen új dolog, egyre inkább lehet kapni a szupermarketekben az olívaolajat, és mindenki arról beszél, hogy mennyire hasznos és mennyire jó dolog. És a Bibliában is azt olvassuk több helyen is, hogy olaj, ilyen olaj, valószínűleg az olívaolaj, de ezt nem csak étkezésre használták fel. Mire használták még az olívaolajat? A Bibliát nagyon sok színen használ, például Eszter könyve leírja, Eszter király nagyon szerette az olívaolajt, mint illatszert használni, mint kozmetikum készítményt használni. Ugyanakkor azt is leírja számunk a Biblia, hogy amikor Sámuel a proféta elment, hogy Izrael első királyát, Sault fölkenje, akkor olajjal kente fel a szolgát. Aztán később, amikor Saul alkalmatlan válik a királyi tisztre, akkor Sámuel újra elmegy a proféta, és fölkeni Dávidot, a leendő új királyt, és persze 20 évek telnek, még Dávid király lesz, de maga a folyamat arra, amikor elhívnak vagy itt egy szent szolgálatra, azt egy megfelelő olajjal végezték ezt a szertartást abban az időben is. Aztán nagyon érdekes, hogy Jézus életében is van egy folyamat, amikor elmegy Jézus egy vendégségbe. Bejön egy asszony, ott a nagy vendégség, oda megy, és akkor ráönti Jézusra az olajat, megkeni. Odaadja mindenét, a drága olajat ad oda. De számára fontos Jézus is megteszi ezt a cselekményt. Tehát ott az új szövetségben is látjuk, az Ószövetségben is látjuk azt, hogy az oliva, mint szimbólum szerepe. Ugyanakkor tudjuk azt a mai korban, hogy mennyivel egészségesebb azok az országok emberek, akik mediterrán országban élnek, hiszen ők sokkal több olivát használnak, és természetesen az olivának az éret változatát használják, abból frissen sajtott olajat, a hidegen sajtott olajat, amit nem hevítenek, amit salátákra használnak, egy kicsit tunkolják, egy kis bagettel, kenyérrel, szenzációs ízes zamata van az ételnek tőle, kis fűszert tesznek az olajba. Tehát nagyon jól meg lehet bolondítani, és jó ízeket lehet elérni vele. Mi is mindig sok salátát készítünk, és a saláták olívaolajat használunk, ami nagyon egészséges az ember számára. Hadd mondjam, hogy irigykedem is mindig, amikor Horvátországban járok, hogy nekik ott vannak ezek a gyönyörű olajfák, és amikor
érik, akkor csak nyugodtan szedhetnek róla. Nekünk meg a boltban kell megvenni drága pénzért. De ugye ez a bibliai korokban, és ott keleten hétköznapi dolog volt, lehetett találni akár mindenhol. Milyen fűszereket használtak? Mert hogyha keletre gondolunk, és ugye ami ott még közel van ehhez a térséghez, ahol a Biblia történetei játszódnak, Indiában például a köri ma, amit ismerünk indiai fűszerként, az egy nagyon meghatározó dolog. Milyen hasonló fűszerek voltak például a bibliai korokban? Igen, itt is külön lehet választani, hogy volt a szegényeknek, volt a gazdagabbaknak. A gazdagabbak használták a sáfrányt, gyönyörű színező, ízesítő anyag. A szegényebbek használták a kurkumát. A kurkuma jóval olcsóbb, egy gyökérforma, lereszelték, használták, és a körének is az egyik alapanyaga volt éppen a kurkuma, rettentő sárga színt ad az ételnek, ugyanakkor egészséges ma, bemegyünk a boltokba, bioboltokba, lehet kurkuma készítményeket kapni, ami által az egészséget próbáljuk propagálni. A Biblia leírja azt, hogy ez alapanyaga volt. De akár kicsit visszanézünk, a Biblia azt mondja, a Biblia például, amikor visszaemlékeznek, ugye 40 évig vándorolnak a pusztában, és ugye mannát kapnak, az eteti őket az Úr, és akkor visszaemlékeznek, hogy milyen jó volt annak Egyiptomban, és visszaemlékeznek arra, hogy kaptak Egyiptomban ugorkákat, tehát uborkákat, dinnyéket, porihagymát, vereshagyma, fokhagyma, tehát olyan fűszereket használtak abban az időben, a bibökorban, amit mi is használunk. És gyakorlatilag a 18. századig a világon az antibiotikum az a fokhagyma volt, meg a vöröshagyma. Ez képezte igazából az alapját az egészségi visszaállításának. Aztán otthon például a menta. A menta egy nagyon ízletes, és mindenhol terem, sok van belőle. Akár ma is, hogyha bibliai írt alapanyag a menta, egy kis mentalevel beteszünk egy kis hideg vízbe, egy kis citromét nyomunk hozzá, egy kis édesítőt teszünk hozzá, beteszünk kicsit a hűtőbe, 10 perc, egy nagyon kellemes, üdítő, nyári frissítő folyadékot tudunk készíteni, ami egy bibliai alapanyag. De a mentának a levelét használjuk akár salátába és ételek ízesítésére is, tehát arra is nagyon jó. Ahogy beszélgettünk, nem hallottam, hogy megemlítetted volna, hogy például burgonyát ettek volna azon a környéken, pedig nálunk ugye elengedhetetlen, és valahogy így gondolok arra is, amikor a bibliai idők és a távol-kelet, illetve közel-keletnek a gyümölcseire gondolok. Ott is valószínűleg nem ugyanazok a gyümölcsök, lehet, hogy őszi barackot nem szüretelnek, úgy, ahogy itt nálunk. Milyen gyümölcsök voltak, vagy milyen gyümölcsök megtalálhatóak a Bibliában? Nagyon érdekes, hogy minden földrésznek más az alapanyaga. Tehát mondhatnánk azt, hogy például Dél-Amerikában ott van a kukorica és a bab, aztán Afrikában ott van a gabona és a bab, Indiában pedig ott van a rizs és a lencse. Tehát más, mindenkor más földrész. A Bibliának is megvannak maga gyümölcse is, ilyen például az alma. Milyen szép, ahogy leírja az almáról, az Énekek énekében azt mondja, mint az almafa az erdőnek fájai között, olyan az én szerelmesem az ifjak között. Vagy azt mondja, üdíts fel engem almákkal, mert betege vagyok a szerelemnek. Azt mondja, te íratodnak, órodnak illatja, mint az almának. Tehát egy nagyon kellemes alma, nagyon jó illatú, az egészségnek is fontos, de jelképpen a szerelemnek is voltak éppen. Minden nap egy alma, az orvos távol tartja. Ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy azt mondják, hogy akinek gyomor problémája vannak, akkor a legjobb a számára egy kis reszelt alma, nem? Az almában levő pektin, az gyógyító erejű a mai kor embere számára is, és a Biblia említi ezt, azt mondja, üdíts fel engem almákkal, mert betege vagyok a szerelemnek. Milyen szép, nem? Betege vagyok a szerelemnek, az alma fel tud engemet üdíteni. A bibliai korokban a gyümölcsöket fogyasztották nyersen, aszalva vagy szárítva. Nagyon jó szárítási technikájuk volt, ahol a napfény hatására szárították a gyümölcsöket. Nagyon érdekes, hogy meg tudjuk figyelni azt, hogy vannak olyan népcsoportok, akik egy kicsit olyan elszigetve élnek a mai kortól. Mondjuk ott vannak a hunzák fönn a hegyekben, 2500 méter magasan, és a hegyoldalban nagyon sok sága barackot termelnek, a sága barackot kitrétve gyékényszőnyegen kövön aszalják meg. Mint hogyha visszamennénk az időkbe, nem? A kis közösségben még megtaláljuk ennek a nyomát, hogy hogyan is élhettek, hogyan is gazdálkodhattak a régi koroknak az emberei. Ott van még a datolja, ami nagyon fontos gyümölcs, igazából 3000 éve nyúlik vissza. És a Biblia tele van a datoljának a szimból, azt mondja, a Jerikó városa a datolják városa volt voltaképpen. Ott van például a füge is. A füge is egy olyan dolog, hogy a Biblia leírja, hogy például Ezekiel király megbetegedett, akkor fügekötést tettek a szemére, hogy meggyógyuljon. Vagy ott van Abigail, amikor megy Dávidhoz, hogy kiengeszte őt, visz neki 200 kötés fügét.
A füge egy abszolút gyógyító jellegű növény, gyümölcs a mi számunkra is. Nagyon fontos, hogy használjuk. Azt hiszem bebizonyítottuk azt, hogy Salamon királynak igaza volt, hogy nincs új a nap alatt, amit ma eszünk. Nagyon hasonlókat tettek abban az időben is, csak ma lehet, hogy a reformtáplálkozásnak a része. Károly, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ebbe az érdekes témába bevezettél bennünket. Még nagyon sok mindent lehet találni a Bibliában erről a témáról. És köszönöm a kedves nézőinknek is, hogy velünk tartottak. Műsorunkat egy áhítattal zárjuk. A viszontlátásra! Tisztelt nézőink! Mai elmélkedésünkben a 137. Zsoltárt választottuk. Hallgassuk most megelőbb magát a Zsoltárt, aztán néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha Sionra gondoltunk. Az ott lévő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat. Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket. Énekeljetek nekünk a Sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az inyemhez, ha nem emlékszem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömemnek. Emlékezz, Uram, az edomiakra, akik ezt mondták Jeruzsálem napján. Romboljátok le egészen az alapjáig. Babilon pusztulásra méltó népe, boldog lesz, aki megfizet neked azért, amit velünk elkövettél. Boldog lesz, aki megragadja és sziklához csapja csecsemőidet. Ennek a Zsoltárnak talán a legmeglepőbb fordulatai, gondolatai, szavai mind az erőszakkal kapcsolatosak. Mi is egy erőszakos világban élünk, és bármerre is nézünk, vagy bármilyen híradást nézünk meg interneten, televízióban, vagy hallgatunk ilyet a rádióban, állandóan azokról a hírekről, eseményekről számolnak be nekünk, amelyek fizikai, lelki, érzelmi erőszakról szólnak. Hogyan lehet kezelni egy ilyen helyzetet? Hogyan tud, vagy milyen választ ad a Szentírás az élet ilyen és ehhez hasonló helyzeteire? Ez a Zsoltár, amit itt olvastunk, talán a lehető legjobb példája az erőszakot átélő ember érzelmi reakciójára, de egyúttal egyfajta utat is mutat, hogy hogyan és milyen módon éljük meg helyesen az ilyen élethelyzeteket. Ez a Zsoltár a kutatók szerint a babiloni fogság után született, ez azt jelenti, hogy valamikor a Krisztus előtti 6. század közepén, vagy inkább vége felé, amikor a zsidóknak egy csoportja már hazatért Babilonból, és úgy emlékezett vissza azokra az évekre, azokra az élményekre, tapasztalatokra, amelyek Babiloniában érték őket. A Zsoltárban előfordul, mondjam így, a fizikai erőszak formája is, hiszen pontosan azokról a évekről beszélnek, vagy arra emlékeznek, amikor elhurcolták, deportálták őket egy 2000 kilométerrel távol fekvő területre. Nem pusztán a fogság volt számukra a gyötrő, hanem az, hogy elvesztették mindenüket, elvesztették otthonukat, karrierjüket, családjukat, mindazt, ami számított nekik. De ennek a lelki, érzelmi erőszak tényezője is ott volt ebben a tapasztalatban, hiszen a 3. versben éppen arról olvastunk, hogy azok az emberek, akik őket elhurcolták, azok arra kényszerítették őket, hogy énekeljenek a Sion énekekről, azaz énekeljenek a hitükről, a saját istenükről. Ez abban az helyzetben azért volt igazán gyötrő és igazán erőszakos, ha szabad így mondani akkor, mert az akkoriak úgy gondolták, hogy ha egyik nép legyőzi a másikat, akkor az ő istenük legyőzte a leigázott nép istenét. A zsidók tehát Babilonban gondolhattak arra, hogy az ő legyőzött istenükről kellene énekeljenek, arról, aki elhagyta őket, aki már nem áll mellettük. Ez igazán megalázó, sőt megszégyenítő volt, hiszen nem volt elég maga a fogság, az elhurcoltatás, még azt is érzékeltették velük, hogy az ő hitük is, az ő addigi meggyőződésük, vagy világképük is értéktelen, hitvány semmire való. A válasz is elgondolkodható, hogy erre a Zsoltáros milyen választ ad. Az utolsó két vers talán a legmegrázóbb. Az egyik gondolat, hogy Babilonra pusztulást várnak, ezt kérnek. Az a gondolat, amit itt a csecsemők meggyilkolásával kapcsolatban említ, az kimondottan megrázó. Talán még a mi fülünknek is sokkoló, pedig a mai ember a híradásokon keresztül már sok mindent lát. Itt miről van szó? Nem terrorizmusra, nem gyilkolásra hív ez a Zsoltár, épp ellenkezőleg. A csecsemőknek a halála az egy nép jövőjét kérdőjelezi meg.
Ebben az esetben nem konkrétan a babiloni csecsemők meggyilkolására hív tehát ez a Zsoltár, hanem inkább azt kívánja, hogy Babilon népének, azoknak, akik ezt a sok fájdalmat, szenvedést és megaláztatást okozták a számukra, ne legyen jövőjük. Bukjanak meg, vesszen el az erejük, szűnjön meg, mint hatalom, mint erőszakos őket nyomorgató birodalom. Ez a fajta elvárás, vagy ez a fajta kérés teljesen jogos, mert egy leigázott nép nem tehet mást, mint hogy ilyen módon várja a fölötte uralkodónak a hatalma megszűnését. Viszont kitől is várja ezt a változást, ezt a jövőt a Zsoltáros? Nincsen alanya a mondatnak, ami ezekben az összefüggésekben vagy bibliai szövegekben mindig ebben az esetben Istenre vonatkozik. Tehát amikor arról beszél, hogy boldog lesz, aki megragadja Babilon csecsemőit és megöli őket, akkor itt azt várja az a reménysége, hogy Isten fogja őket megszabadítani, Isten fogja Babilon hatalmát megdönteni és őket szabaddá tenni. Azt gondolom, hogy amikor valakit erőszak ér, akkor egyetlen reménysége az, és ez a legjobb dolog, amit tehet, hogy nem ő maga bosszulja meg a rajta esett sérelmet, nem ő maga veszi kezébe a sorsát, hanem hagyja azt az Istenre, mert ez az igazán felszabadító, ez az igazán örömteli, amikor őt látjuk cselekedni, és itt az ember lelke nem mérgeződik tovább. Azt kívánom mindannyiuknak, hogy tapasztalják meg az isteni szabadítást, az isteni örömöket, és bármilyen erőszaknak a tanúi vagy éppen elszenvedői ne önmaguk álljanak önmagukért bosszút, hanem hagyják ezt Istenre, mert ahogy ezek az emberek megtapasztalták, hogy ez a békesség az öröm útja, így lesz ez velünk is. Isten áldja meg önöket!